édes burgonya, avagy batáta. A több értékes tápanyagot és kevés szénhidrátot tartalmazó igen ízletes növény iránt egyre nagyobb az igény Magyarországon is. Létezik belőle többféle színű, nálunk a narancs terjedt el leginkább. Az édesburgonya gasztronómiai felhasználása sokrétű. Lehet főzni, párolni, sütni sütőben vagy serpenyőben, de grillezve is ízletes. A növekvő igényekre reagálva kezdték el hazánkban is termeszteni. Tolna határában is fel lehet fedezni egy batáta ültetvényt. Ror Máté egyelőre csak kisebb területen foglalkozik az édesburgonya termesztésével. És hogy miért az édesburgonya? Meséljen maga az ötletgazda. Az egész család nagyon szereti az édesburgonyát. Ha ügyesek vagyunk, egy elég intenzív termőnövény. Így hát ez az év, ez egy tesztév, meg szeretnénk próbálni ezen a 0,3 hektáron, és ha jól bejön, a számok, amiket elterveztünk, azok bejönnek, akkor jövőre 2,5 hektáron fogjuk termelni. Kaposváron végeztem lótenyésző lovasportszervező agrármérnöki egyetemet. Igazából így az agrármérnöki részből próbálunk most gazdálkodni. Szántóföldi kultúrákkal kezdtük a mezőgazdaságunkat. Nincs hozzá elég nagy területünk, 10 hektáron gazdálkodunk, így hát, és a 10 hektárból elég sok a kisebb, 1 hektár alatti területünk, így hát kellett, szerettünk volna egy olyan intenzívebb kultúrát termeszteni, ami a kukorica, búza hagyományos szántóföldi kultúrákon kívül egy esetleg jobb hozamot érhetünk el. Így jött ez az ötlet, ez a batáta. Egyre nagyobb igény van rá. Az emberek ugye egyre jobban a környezettudatos életmódot élik, és a biotáplálkozás, az egészségtudatos ételeket eszik, és ugye ez is nagyon jól beilleszthető, a batáta is nagyon jól beilleszthető ezekbe a táplálkozásokba, a kiváló beltartalmi értékek miatt. A cukrosoknak sokkal jobb és könnyebben fogyasztható, mint a sima burgonya, sokkal egészségesebb, és hozzáteszem, hogy ezt általában tudjuk termeszteni vegyszermentesen, mivel nem sok kártevője van még Magyarországon. Vagyis a helyi termelők jó voltából olcsóbban juthatunk hozzá a vegyszeres beavatkozást nem igénylő biotermékhez. A batáta igazi mediterrán növény. Szereti a napos meleg helyet és igényli az intenzív öntözést. Ha napi szinten hozzájut a vízhez, szebb terméseket hoz majd. Ror Máté azt mondja, egy tő 1 liter vizet igényel. A tolnai gazdálkodó véleménye szerint nagyon kézimunka igényes az édesburgonya termesztése. De szerencsére van egy nagy és összetartó segítő családunk, aki egyébként segített az ültetésben, és majd segíteni fog a szedésben is. 0,3 hektáron ültettük, 5200 darab palántát ültettünk ki. Ezek a palánták mórahalomról érkeztek, egész kicsinek, és ezeket május 20-án ültettük ki. A növényeket viszonylag távol kell ültetni egymástól, mert a gumók mintegy 1 méter átmérőjű körben nőnek meg. A tolnai család szeptember közepére végére tervezi a betakarítást. Ezt mindig az első fagyok előtt kell majd megtenni. A szakemberek azt mondják, érdemes viszonylag melegben tárolni és gondoskodni a megfelelő páratartalomról is. Elsősorban a környezetünkben élő embereknek szeretnénk értékesíteni, mert a környező boltokban leginkább az import termékek, az import batáta található meg, ami javarészt Amerikából származik, így szeretnénk egy kicsit kedvezni a környezetünkben élő embereknek, hogy hazai terméket, itt Tolnán termelt batátát ehessenek. Ror Máté azt mondja, az édesburgonya mellett cukkinival szeretne majd a jövőben foglalkozni.